A Dombóvári Nyugdíjas Egyesület összetartó erejét nagyban erősíti az a rengeteg kirándulás, zenés-táncos program, amelyen a közel 140 tag együtt vesz részt. Hét éve viszem én országosan a nyugdíjas csoportot, van egy ilyen csoportom, aki 8600 fő, és azokat mindig vittem kirándulni. Na és akkor itt a nyugdíjas klubnak a csoportjában én is, itt is 7 éve vagyok, és másfél éve választottak meg elnökké. Én másfél éve vagyok elnök itt a Dombóvári Nyugdíjas Klubban, és nagyon sokára megyünk kirándulni Budapesten, Fehérvárra. Az Egyesület több szervezettel ápol jó kapcsolatot, akiket sokszor meglátogatnak, vagy éppen vendégül látják őket. A város számára is fontos, hogy az itt élő nyugdíjasok ne egyedül töltsék a napjaikat. Minden településnek nagyon fontosak az egyesületei, hiszen az egyesületek nem csak saját magukért dolgoznak, hanem a közösségért is. Nagyon sok olyan feladatot, tevékenységet vállalnak át, ami mindenki számára fontos. Külön öröm, amikor egy olyan egyesületet köszönhetünk, ráadásul 30 éves szülinapján, amely nyugdíjasokból áll, nyugdíjasokkal foglalkozik. Ebben a korban már nagyon sokan élnek egyedül, nagyon sokaknak a családja vagy meghalt, vagy városon kívül él. Tehát különösen fontos, hogy egy olyan közösség működjön, amely egyfajta önsegítő egyesületként is működik, hiszen sokuknak ez a közösség jelenti lényegében a családot. Az egyesület tagjai társcsoportjukkal és az énekkarukkal több városi rendezvényen is részt vesznek. A fellépések mellett hetente egyszer van alkalma a tagoknak örömtáncolni. A közösség változatos, de lehetősége van mindenkinek saját tehetségét ápolni és a képességeivel segíteni a csoport működését. A Nyugdíjasok Egyesületéhez én azért kerültem, mert volt egy nyugdíjas ismerősöm, aki egyedül volt, és elhoztuk a kedves párommal a nyugdíjas klubba. Valamikor 2012-13 óta vagyok klubtag. Hát sok mindenben részt vettem, Gyöngykoszorúba szerepeltünk, énekeltünk, és 16-ban lehetőségem volt megismerkedni a szenior örömtánccal, aminek köszönhetően a program elsajátítása után indítottam egy csoportot, és azóta folyamatosan táncolunk, hetente egy alkalommal, illetve ha fölkérnek, akkor többször. Ha felkérés van, akkor előtte edzéseket tartunk, mert azért úgy illik elmenni, hogy kicsit mutasson, amit csinálunk. Sülgődöttünk már, soknak nincsen párja, sajnos sincsen, aki haza várja. Vitász óta tagja vagyok, és én nagy örömmel vállaltam azt, hogy szerepet vállalok ebbe a közösségbe, és mindig jobban gyarapodtunk, nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Hát jó előadások is vannak, mert meghívunk körünkbe jó előadókat is, orvosokat is, mint ahogy elhangzott a szövegbe. Kirándulni is megyünk, tornázni is megyünk, tehát minden olyan jó, hogy ez kell egy idős embernek is. Nem szabad, úgy, mint ahogy a versben is mondtam, nem szabad elhagyni magunkat. Igenis. Kell keresni a közösséget, és tartalmassá tenni ezt a hátralévő néhány évet. Nekem nagyon tetszik mindenki, mert ugye majdhogy nem egyforma az érdeklődési körünk. Tehát nem csak a tánc, meg a buli, meg nem így van, hanem ha előadások vannak, olyan örömmel hallgatjuk, hogy na. És hát épülünk belőle, nyilvánvaló, hogy ez így természetes. A Dombóvári Nyugdíjas Egyesület 30 éves jubileumi műsorára a tagok énekes és táncos műsorszámokkal készültek. Ezen kívül versek is elhangzottak, és több elismerést is átadtak. Az ünnepi műsor után egy közös ebéd várta a jelenlévőket a Városművelődési Házában.